Sziasztok! Én most készítek egy olyan kis játékos eszköz, amivel nagyon egyszerűen meg tudják tanulni a gyermekek a színeket. Fogtam egy tojástartót, kiszedtem a kis köröket belőle, megmutatom, hogy hogyan. Hát én pollóval próbáltam, de ha van valakinek jobb ötlete, akkor nyugodtan használhatja. Kis bemélyedéseket kell kiszedni. Jó. Utána ráragasztottam színes papírt. Volt kimaradva nekem ilyen színes papírt adatok. És ugye, mivel alul már lyukas, ezért nagyon egyszerű lesz majd átlyukasztani, hogy egy picit szárad a ragasztó. Most megmutatom, hogy ollóval, csak még nem száradt meg. Csinálunk rá lyukat. Így. Mindegyikre ragasztunk természetesen különböző színeket. Vannak nekem itt, találtam színes szívószálakat. Azokat feldaraboltam ilyen kis rövidebbre, meg könnyebb megfogni a gyermeknek. És amikor már mindegyikre ragasztottunk színes papírt, átszúrtuk, lyuk van rajta, akkor kezdődhet a játék. Természetesen meg kell találni a színeket. Pirosra tesszük a piros színű szívószálat, zöldbe a zöldet, sárgát a sárgát, kékbe a kéket, megmérjük ezeket sárgát. Jó szórakozást!